Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják január 9-én, szerdán. Tartsanak velünk ma este! Vezetőségi ülést tartott a Helytörténeti Egyesület. Januári programjait egyeztette a Honvéd Bajtársi Klub tagsága. Az idei év elején is színes programokkal várja a látogatókat a Városi Könyvtár. Vezetőségi ülést tartott a Helytörténeti Egyesület, ahol a tagok értékelték a 2018-as évet, megbeszélték az idei esztendő feladatait, valamint megköszöntötték a civil szervezet egyik alapító tagját 90. születésnapja alkalmából. Az Egyesület több programmal is készül az idei évre, többek között a szervezet munkásságát összefoglaló könyv kiadása is a tervek között szerepel a következő hónapban. A 2019-es év feladatait beszélték át a Helytörténeti Egyesület tagjai a január 8-án tartott vezetőségi ülésen. A civil szervezet tervei között szerepel például egy könyv kiadása is, amely az Egyesület 15 évét foglalja magába. Az Egyesületünk az elmúlt években végzett munkáról könyvet fog kiadni. A könyvnek a bemutatása reméljük elkészül a közgyűlésünkre, amit február 8-án fogunk a Német Nemzetiségi Múzeumban megtartani. Tovább folytatjuk a református gimnáziummal a kapcsolatot, és a 80 éves Szentesi László, aki hát igaz az elmúlt évben ünnepelte 80. évét, születésnapja 80 éves az elmúlt évben volt, de a református gimnáziumnak kiállítása január 29-én lesz az ő műveiből. És van egy igen nagy tervünk, hogy a testvérvárosi kapcsolatot is szeretnénk feleleveníteni, mégpedig úgy, hogy kiállítást szeretnénk rendezni a szőgyéni, illetve a gellingeni művészeknek a munkájából. Az ülésen a civil szervezet egyik alapítóját, Mencelni Irént is köszöntötték az Egyesület tagjai 90. születésnapja alkalmából. Sok mindenben örömöm volt, vittem a társaságot kirándulni, sokat jártunk Ausztriába, színházba, minden évben. Még 82 éves koromban is Bécsbe vittem a társaságot. 150 volt akkor az Egyesület létszáma. A 15 éves Helytörténeti Egyesületnek tehát az előző évekhez híven mozgalmas lesz a 2019-es esztendő is. A 2018-as év beszámoló közgyűlését készítette elő legutóbbi elnökségi összekötői értekezletén a Honvéd Bajtársi Klub. Az Egyesület több e hónapra tervezett programját is tárgyalta, amelyek közt katonai kegyeleti rendezvénnyel, klub délutánok és a dalkör tevékenysége is szerepel. A 2019-es esztendőben is megannyi feladat vár a Honvéd Bajtársi Klub tagjaira. A január 8-án tartott vezetőségi ülésen ugyanis a civil szervezet átbeszélte és megtervezte az idei év programjait, illetve a tavalyi év értékelésére is sor került. 2019. januárjában a legfontosabb esemény ismételten, mint minden évben, a közgyűlés. A 2019 évi közgyűlés, amely 2018-os volt. Tehát 2018-szól beszámolunk a tagságnak, reméljük azért 180 fős tagságban azért 100 fő, 20 mondjuk megjelenik a laktanyában és a közgyűlésen, és beszámolunk 2018-ról, meg ami ebben jár, pénzügyi beszámoló, felügyelőbizottság, és 19. 2020-ban nagy eseménye lesz ennek a klubnak, a jogelődje, Tatási Gyulán mondjuk klubja 50 éves lesz. Na ennek a 19. felkészülési évnek szánjuk, ez is benne van. Aztán folytatjuk ugye a klubra jellemző dolgainkat, így a hagyományőrzés, a közösségi élet területén a hagyományos nyűjön a anyák napja, és a többi.
és a kirándulásainkat természetesen. A bajtársi klub tagjai pozitívan tekintenek a 2019-es évre, sőt a közös kirándulások szervezéséhez is lelkesen állnak a civil szervezet szépkorúi. Bízom abban, hogy ilyen lesz, mint a 2018, legalábbis ennyire tudunk nyújtózkodni, ha segítenek nekünk, akkor még jobban tudunk, vagy még jobban szeretnék meg a dolgot, vagy hát a klubtársainkat megvendégelni, vagy netán kirándulni, elvinni. Nyilván abban az esetben, hogyha ugyanígy patronál bennünket a polgármester hivatal, ugye nem sokkal, de azért 250 ezer forint az idén is, és reméljük, hogy jövőre is azért. Valami kicsi majd lesz belőle. A Honvéd Bajtársi Klub a város számos rendezvényén képviselteti magát megalakulásuk óta minden évben. Így az idei esztendő sem lesz kivétel a civil szervezet életében. Gyermekeknek szóló programokkal, ifjúsági könyvklubokkal, illetve a nagy sikerű könyves szerda sorozattal várják az érdeklődőket a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munkatársai idén januártól is. A tematikus események továbbra is az olvasás fontosságára hívják fel a figyelmet, mindezt érdekes előadók segítségével. Mozgalmas évelé néz a programok tekintetében a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. A könyvtár munkatársai idén is minden korosztály számára izgalmas eseményekkel készülnek, így például a gyermekrészlegre érkező kicsik is felejthetetlen élménnyel gazdagodhatnak már január első hetétől. Hagyományosan a téli időszak programja a gyermekkönyvtárunkban a diavetítés. Decemberben már tartottunk egy alkalommal, akkor az ünnepkörhöz kapcsolódóan hallgathattak meg meséket a kicsik Petrozsényi Eszter színművész tolmácsolásában. Most januárban pedig a klasszikusokat vesszük elő, frak, vízipók, csodapók például, illetve, hogy mennyire várjuk már a jó idő közelettét. Így levetítettünk egy igazi tavaszias mesét, a Bicikli túra a Pipitér-szigetre címűt. Aztán a folytatásban lesz egy új programsorozatunk. Dr. Simon kutya terápiás foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg a gyermekek a kutyatartás lényegével, illetve a négylábú kedvenceinket is közelebbről megismerhetik. Az első foglalkozás Leszi Hazatér című könyvhez kapcsolódik, majd január 18-án 14 órai kezdettel. Azon osztály jelentkezését várjuk, amelynek tagjai már ismerik ezt a történetet, és ebben a játékos foglalkozás keretében segítségünkre lesz Simon és az ő gazdája. Idén az ifjúsági könyvklub is várja az olvasni, illetve beszélgetni vágyó kamaszokat a tematikus eseményeken. A fiatalok legközelebb a Harry Potter délutánon vehetnek részt, amely program már az idősebb generáció érdeklődését is felkeltette. Ezt az ifjúsági könyvklubot ezt azért találtuk ki, hogy legyen egy alternatívája a diákoknak, hogy ugye ne csak azt a részét kapják ők az olvasásból, amikor egy kötelező olvasmányt kell elolvasni és feldolgozni, hanem legyen lehetőségük arra, hogy a kedvenc könyveikkel foglalkozhassanak, erről beszélgethessenek velünk, és ezt azért, hát ezért kezdtük el tulajdonképpen. A következő alkalom az január 23-án lesz, 17 órakor a Relax teremben, és a Harry Potterről lesz szó, mint nagy kedvencről, amire érdekes módon nem csak diákok jelentkeztek, hanem az idősebb korosztály is, úgyhogy még fenntartjuk azt a lehetőséget is, hogyha úgy adódna, hogy idősebb korosztály is érdeklődik a könyvklub iránt, akkor nekik is csinálunk. A sokak által kedvelt könyves szerda programsorozata a 2019-es évben is folytatódik, a megszokott, izgalmas előadókkal és témákkal. A könyves szerda ebben az évben Gerendás Péterrel kezdődik, aki verses zenés előadást hozzá nekünk. Egy szárgitárral fog magyar költők verseit előadni. A következőkben pedig, a következő vendégünk Rigó József helyi költő lesz. Az új 2018-ban megjelent kötetét, az Átváltót mutatjuk be. És még egy biztos vendégünk van, egy biztos program, Grecsó Krisztián február közepén jön hozzánk. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár tehát idén is minden korosztályt vár a színvonalas és változatos programokra.
A téli időjárás beköszöntével a Városgazda munkatársainak is bőven van feladata, ugyanis a non-profit Kft.-hez tartozik a város számos útjának letakarítása és a csúszásmentességük biztosítása. Ehhez több munkagép is rendelkezésre áll, sőt egy speciális környezetbarát folyadék használatával a természetvédelmi területek balesetmentes járhatóságára is nagy hangsúlyt fektet a Városgazda vezetősége. Tulajdonképpen a Városgazda feladatköré az azok az utak, utcák tartoznak, amelyek nem a kivezető főutak, tehát azok mindig a közútnak a karbantartásához tartoznak, hanem azok a köztes kisebb utcák és egyéb városi, úgy mondom, tényleg mellék utak, amik a Városgazdához tartoznak. Persze ez a legnagyobb kilométer számban lévő útszakasza a városnak, és ezeket az utakat kell nekünk az időjárás függvényében tisztán rendben tartani. Hál' Istennek a jármű parkunk erre a feladatra megfelelő, erre a városi szintű feladat ellátására. Két nagy teherautónk van, amely a havat tolni is tudja, és ugye a sót, illetve a sókeverékét, homokkőkeverékét ugye szállítani tudja és kiszórni. Ezen kívül van három traktorunk, kettő nagyobb, amely szintén a hótolásra és a só, illetve út szórása alkalmas anyag kiszórására van. Vannak kisebb járműveink, amelyek a kerékpárutak, járdák, esetleg ilyen kiemeltebb közterületekre be tudnak menni, keskeny nyomtávú járművekről beszélünk. Ebből is van kettő jármű, tehát így összességében ez a 8-10 jármű, ez elegendő a város tisztán tartásához. Maga az út sózásról egy pár szót szabadjon mondanom, hiszen nagyon sok környezetvédelmi terület van Tata vonzás körzetében, és ezért mi használunk olyan környezetkímélő folyadékot, kálciumkloridot, amely teljes mértékben megvédi a környezetünket is. Főleg ott használjuk ezeket az anyagokat, például a tó környékén, Csekatő környékén, ahol kiemelten szükséges ez. A többi helyeken inkább só és apró zúzott kő keverékét használunk, vagy homokkal való keverés használunk az utakra. És itt elsősorban a mi feladatunk azoknak a közintézményeknek az utaknak, járdáknak a tisztántartása, amely nem tartozik konkrétan lakókhoz. A családi körzetes vagy családi övezetes részekben ugye a házak előtt a lakóknak kötelessége, hogy rendbe tartsák a járdákat, természetesen az utakon ott is mi végezzük ezt a feladatokat. A szovjetek által elhurcolt és 1945. január 4-én meggyilkolt polgári áldozatok előtt tisztelegnek. Január 12-én szombaton Dunaszentmiklóson kezdődik a megemlékezés. Az emlékkeresztnél délután 14:30 lesz koszorúzás. Ezt követően a Szomódi temetőben a kopjafánál 15:45 lesz megemlékezés, majd délután 17:30 a Városháza dísztermében emlékeznek. A Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor rendőrezredes január 16-án 10 és 12 óra között tartja fogadónapját hivatalában a rendőrségen. Az Ady Endre utca 27-es szám alatt várja a hozzáforduló lakosokat. Mai ajánlónkat egy közérdekű információval kezdeném. Véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete január 9-én déltől este 6 óráig, valamint január 11-én 9-től délután 13:30 várják az önkéntes véradókat a Magyari Zoltán Művelődési Központban. A Doni áttörés 76. évfordulójának tiszteletére megemlékezést és koszorúzást szervez a Honvéd Bajtársi Klub a Tatai Dandárral közösen a II. Világháborús emlékműnél a Magyari Zoltán Művelődési Központ mellett. Január 11-én pénteken délelőtt 10 órakor várják a tataiakat. 100 óra csillagászat.
a Posztocki Károly csillagvizsgáló és múzeum munkatársai a 100 óra csillagászat nevű nemzetközi programsorozat keretében hívják az amatőr csillagászokat és a csillagászat iránt érdeklődőket. Január 11-én pénteken este 7 órától 10 óráig tartandó bemutatóra. Távcsöves csillagászati megfigyelés lesz, majd a program másnap 12-én is folytatódik, ahol szintén előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők és az eget is kémlelhetik. Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Vezetőségi ülést tartott a Helytörténeti Egyesület. Januári programjait egyeztette a Honvéd Bajtársi Klub tagsága. Az idei év elején is színes programokkal várja a látogatókat a Városi Könyvtár. Január 9-én szerdán Önök a Tatai Televízió napi híradóját látták, köszönjük figyelmüket. A képernyő alján olvasható elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, információikat. Maradjanak velünk, a folytatásban következik magazin című műsorunk, amelyben a Vízkereszt vagy amit akartok című koncert első részét nézhetik meg. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!